Meglepte Kósa Lajost, amikor azt kérdeztük, hogy az adóváltozások hogyan érintik majd az emberek mindennapjait. Hát ez jó kérdés, erre nem készültünk. Aztán a fém kupakokon keresztül kisé zavarosan magyarázta el, szerintem miért nem lesz rosszabb az embereknek. Inkább az áruk, a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében, fémkupak esetében, amelyek termékdíjként jelentkeznek, és az ilyen környezetvédelmi szempont, hogy a fémkupakoknak az ügyében fellépve próbáljuk meg ezt a szemetet csökkenteni. Tehát egy sor olyan adó intézkedést fogadtunk el, amelyik alapvetően nem érinti az emberek mindennapi életét.